Köszöntöm Önöket! Önök gazdasági magazinunkat, a Sikert látják, tartsanak ma is velünk. Új irodaházba költözött a fővárosban Magyarország legnagyobb információs és kommunikációs technológiai munkaadója, az IT Services Hungary. A társaság ügyvezető igazgatója az avató ünnepségen úgy fogalmazott, az új központ már megfelel a debreceni telephely színvonalának. A cég összesen 4500 embernek ad munkát Magyarországon. Új irodaházba költözött Magyarország legnagyobb információs és kommunikációs technológiai munkadója, az IT Services Hungary. A fővároson kívül Debrecenben, Pécsett és Szegeden van telephelye a cégnek. Az új székházban 17.000 négyzetméteren több mint 2.000 munkaállomás, 94 tárgyaló, telefon és videokonferencia szoba is helyet kapott. Erik Sluten, az IT Services Hungary ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott, hogy nem egyszerűen elköltöztek, hanem előreléptek. Három dolog miatt volt erre szükség. Egyrészt, mert a cég növekszik, és már nem volt megfelelő nagyságú az a hely számunkra. Másrészt a szerződésünk is lejárt, és nem tudtuk meghosszabbítani. Harmadrészt pedig már nem felelt meg az igényeinknek az a technológia, ami ott volt. Ez a mostani helyszín megfelel annak a színvonalnak, ami a debreceni ipari parkban lévőben már megvan. Budapest után 2007. júniusában nyitotta meg második szolgáltató központját a cég Debrecenben, ahol több mint 1600-an dolgoznak. A vezető ők elégedettek az itteni munkával és a dolgozók munkaerő szakmai képesítésével. Az egyik alelnöke a cégnek Debrecenben székel, a működésért felelős igazgató is, a Deutsche Telekomnak hálózatai működéséért felelős részek is ott vannak. Tehát a globális stratégiának is fontos része Debrecen, és nagyon elégedettek vagyunk az ott folyó munkával. A T-System International vezérigazgatója kijelentette, Debrecen javára írható, hogy a német nyelvtudás magas szintű. Vannak ugyanis olyan nagy ügyfeleik, például német bankok és kormányzati ügyfelek, ahol ezt kifejezetten elvárják az IT cég munkatársaitól. Magyarországgal kapcsolatban az a stratégiánk, azért vagyunk több helyszínen, hogy kiegyensúlyozott mértékben tudjunk mindenhol hozzáférni a megfelelő szakember állományhoz. Ezt nem tudnánk egy helyszínről megtenni, ezért van az, hogy több helyszínen van jelen a cég. A két legérettebb helyszín az Debrecen és Budapest, mindkettő kiemelten fontos. Az átadó ünnepségen Varga Tamás, a külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, a cég itt léte és fejlődése is azt mutatja, hogy Magyarország gazdasági stratégiája jó. Ennek a cégnek a munkája, az itt léte és az a hozzáadott érték, amit hozzátesznek a magyar GDP-hez, az jelentős, és az a gondolkodás nagyon fontos számunkra, amit ők követnek, egyrészt a fejlődés és az értékteremtés, másrészt pedig a közösségi felelősségvállalás, amelyben példát mutattak az elmúlt években, Debrecenben is, Pécsett, Szegeden és Budapesten is, és én bízom benne, hogy ezt a stratégiát fogjuk közösen követni az elkövetkező években is. Az IT Services Hungary 4 az elérhető legmodernebb infrastruktúrával felszerelt magyarországi telephelyéről 4500 fővel szolgálják ki az ügyfeleik igényeit. Mára köszönjük figyelmüket, friss gazdasági információkkal szerdán és pénteken is jelentkezünk. Viszontlátásra!